Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Mikiciak. Jó napot kívánok. Andrzej Mikiciak vagyok. Postaram się mówić o polskiej, polsko-węgierskiej piechocie. A lengyel-magyar gyalogságról szeretnék szólni. A kolega Rafał Szwelicki, dużo oklaski. A kollégám Rafał Szwelicki, tapsoljuk meg. Opowiadał o najemnej piechocie zachodnioeurópejskiej, niemieckiej. Pedig a nyugat-európai, német, zsoldos gyalogságról fog szólni. Na pewno zorientowaliście się Państwo, że rodzaj w rankingu popularności marketing piechoty jest najsłabszy. A népszerűség szempontját figyelembe véve észrevehették minden bizonnyal azt, hogy a gyalogság marketingje a leggyengébb. Dlatego, że nie była rekrutowana wśród szlachty ani bardzo zamożnej, ani średnio zamożnej, tylko najczęściej z nizin społecznych. Hiszen nem a főnemesi, még csak nem is a középnemesi rétegből toborozták őket, hanem gyakorlatilag a legszegényebb rétegből. Jarek wspomniał, że król polski, wielki książę litewski Stefan Batory dokonał licznych przemian i reform w polskiej wojskowości. Jarek említette, hogy Bátor István király számos változtatást eszközölt ki a lengyel hadseregben, a lengyel és a lengyel-litván hadseregben. Że dokonał reform, tak? Reformokat hozott létre. Samo dotyczyło piechoty. Stefan Batory wprowadził pierwszą nowoczesną piechotę strzelczą na terenie Polski. És ugyanez vonatkozott a gyalogságra is, hiszen Bátor István vezette be az első professzionális lövész gyalogságot a lengyel királyságban. Tutaj na tej tablicy widać rycinę z 1581 roku, czyli właśnie z czasów panowania Stefana Batorego. Ezen a képen egy olyan metszetet láthatunk, amelyik 1581-ből származik, tehát pontosan Bátor István uralkodása idejéről. Górny rząd pokazuje żołnierzy i szlachtę węgierską, natomiast dolny żołnierzy i szlachtę polską. A felső sorban láthatjuk a magyar nemeseket és katonákat, az alsó sorban pedig a lengyel nemességet és katonákat. Właściwie różnicy w strojach i wyposażeniach nie ma prawie żadnych. Gyakorlatilag különbségek mind a felszerelésben, mind pedig a ruházatban minimálisak. Tutaj jest pokazany szeregowy żołnierz piechoty węgierskiej, który również dokładnie tak samo wyglądał jako polski żołnierz. Ezen a helyen itt láthatjuk azt a gyalogos közkatonát, aki ugyanígy nézett ki lengyel viszonylatban is. Wynika to z tego, że pierwsze oddziały tej piechoty, które przyprowadził Stefan Batory, składały się wyłącznie z Węgrów. Ez abból ered, hiszen az első ilyen hadiformációt kizárólag magyar katonákból állt. Amit Bátor István Lengyországból létrehozott, azt a magyarok alkották, az elsőt. Już w drugim roku panowania Stefana Batorego, czyli w roku 1577, doszło do bitwy, gdzie piechota pokazała, jaki jest jej potencjał. És már a második uralkodásának második évében, 1577-ben már megmutatta a gyalogság, hogy mekkora potenciállyal rendelkezik az első csatában, amelyikben részt vettek. Była to bitwa pod Lubiszewem, która, gdzie siły królewskie wystąpiło przeciwko najemnym siłom wystawionym przez zbuntowany Gdańsk. Ez a Lubiszew melletti csata, ahol a lengyel királyság a gdańszki zsoldos seregek ellen harcolt. Dancigi. Jaroszláv úr. Igen, a csata helye egész pontosan a Járek nagyapájának a birtokán volt. Przesądzającą szarżę wykonali husarze, natomiast piechota ma również tam piękny epizod w tej bitwie. A döntő futamot, döntő rohamot a huszársereg intézte, viszont a gyalogság
segítettem mindvégül. Mianowicie na jednej, grobli, na jednej z grobli, które były obsadzone przez najemnych landsknechtów wystawionych przez Gdańsk, piechota zdobyła działa i następnie z tych dział już ostrzeliwała przeciwników. És ez úgy történt, hogy a gyalogság egyszerűen elfoglalta az egyik landsknechti erődített pontot, ahol megszerezték az összes lőfegyvert, és utána onnan támadták, tehát a saját védvonalból támadták utána meg a svéd... Gdańszki zsoldos. Igen, a Gdańszki zsoldos landsknecht tüzérségi állást foglaltak el. Most egy bicét ponyozva bardzo duże strát, piechota. És ebben a csatában a lengyel gyalogság elég komoly tehát komoly veszteségeket szerzett. Wobec tego w następnych kampaniach Stefana Batorego przeciwko Moskwie w latach 1579-1581. És ezért az 1579-1581-es következő csatákban Moszkva ellen Báthory Istvánnak. W rotach pierwszych służyli zarówno Węgrzy, jak i już element polski. És ezekben az években már vegyesen voltak lengyelek és magyarok a gyalogság seregeiben. Tutaj mamy pokazany dokument z roku 1580-tego i jest to fragment roli, czyli składu osobowego roty piechoty polskiej. Ezen a dokumentumon megfigyelhetjük a létszámot, a pontos létszám van felsorolva, hogy kik voltak a gyalogságnak a tagjai. És itt szerepelnek mind lengyel, mind pedig magyar vezetéknevek. Tutaj mamy nawet napisane węgierskie imię i nazwisko, tylko już w polskiej transkrypcji. Ott van egy magyar kereszt és vezetéknév, csak lengyelül fonetikusan leírva. Mamy tutaj napisane György Horváth. Oda van, ott olvasható György Horváth. Węgrzy na samym początku stanowili kadrę podoficerską, czyli gdzieś byli dziesiętnikami w kompaniach piechoty. Az altiszti rangokat a magyarok töltötték be, tehát tizedesek voltak. Piechota mamy niewiele bardzo dobrych źródeł pokazujących piechotę polską z końca XVI i początku XVII wieku. Nem sok, viszonylag kevés forrás található, amelyiken szerepel a lengyel gyalogság. 17. század elejéből. Jeden z nielicznych źródeł, ale za to bardzo dobrze i szczegółowo pokazujących piechotę, jest tak zwany Rulon Polski, który pochodzi z 1605 roku. Az 1605-ből származó lengyel tekercs nevet viselő kép, festmény, az, amelyiken elég jól ábrázolják, és részletesen látható a gyalogság. I pokazuje, jest to wydarzenie wjazdu uroczystego drugiej żony króla Zygmunta III, Konstancji Habsburga do Krakowa. Ez azt az eseményt ábrázolja ez a festmény, amikor harmadik Zsigmond felesége Habsburg Anna esküvője zajlott Krakkóban. Tutaj pokazane jest bardzo dokładnie wyposażenie tych żołnierzy, o którym później jeszcze dwa słowa powiem. Itt nagyon jól látható a felszerelése ennek a gyalogos katonáknak, később még szólok róla. Zarówno stroje, jak i broń typu węgierskiego. Mind a viselet, mind pedig a fegyver magyar típusú. Tutaj mamy jeszcze koniec tego pochodu, tego oddziału i przejdźmy do następnego. Látható a vége ennek a menetnek, megyünk a következő. Tutaj mamy kolejną rotę żołnierzy piechoty, czyli tak zwanych hajduków, to też nie jest polskie słowo. És itt látható egy további egység, amelyeket hajduknak hívunk, amelyik szintén nem lengyel szó. Pokazany jest na początku jadący oficer, a następnie maszerujący szeregowych hajduków i muzyków, czyli orkiestr.
és láthatjuk a vezetőjük megy lovon az elején, később a gyalogság és a zenész is közöttük. Tutaj pokazane jest, jak, w jaki sposób są wyposażeni, czyli posiadają zarówno broń palną, ale również broń drzewcową. A felszerelésükön látszik, rendelkeznek mind lőfegyverrel, mind pedig láncsákkal. No i zawsze elementem kompanii piechoty stanowiła muzyka, czyli składająca się zwykle z bębna i z dud. És a zenészek is szerves részét képezték ezeknek az egységeknek, tehát egy dobos és egy dudás. Dobos és dudás mindig volt velük. No i ostatnie. Tutaj mamy również żołnierza piechoty pochodzący z 1606 roku. Itt is láthatunk ezen a metszeten egy ábrázolást 1606-ból származó lengyel gyalogos. No i tablica, tak zwana tablica Gołkowska z 1620, również wyjątek pokazujący bardzo dobrze wyposażenie żołnierzy. És a Gołuchowi tábla, amelyik 1620-ból származik, szintén jól mutatja, itt egy felnagyított rész, a részlet felnagyításban látható, jól ábrázolták a gyalogos katonát. Teraz może chwilę sekundę o taktyce, w jaki sposób harcoltak. Egy pár szót szólnék a taktikáról, hogy amivel, ahogy harcoltak. Głównym zadaniem piechoty było ogniowe wspomożenie wszystkich pozostałych formacji biorących udział w danej bitwie. A fő feladatuk a tüzérségi támogatása volt az összes többi formációnak, amelyek a csatában szerepelt. Chodziło o to, żeby oddział piechoty składający się najczęściej z około 100 żołnierzy prowadził ciągły, synchroniczny ostrzał nieprzyjacielu. Az volt a fő cél, hogy körülbelül 100 fős gyalogos csapat, osztag folyamatosan lövés alatt tartsa az ellenfelet, tehát tüzérségével folyamatosan támadja az ellenfelet. Oddział ustawiony był najczęściej w 10-osobowych szereg, czyli stanowił taki kwadrat 10 na 10. A nagy rész, többnyire egy 10 soros, 10 fős négyzetben elhelyezkedő csatarendet kell elképzelni. O skuteczności ognia piechoty stanowiła nie tyle celność, ile ilość wystrzeliwanych kul w kierunku przeciwnika. És a hatékonyságukról nem a célzás pontossága döntött, hanem a kilőtt lövedékek száma. Dlatego chodziło o to, żeby szeregi na zmianę jak najczęściej oddawały salwy. Tehát az volt a feladat, hogy a felváltakozó ütemben minél több lövedéket lőjön ki egy sor. Można to było zrobić w taki sposób, że szereg stojący z przodu oddawał salwę i wycofywał się na koniec czworoboku. Ez egyik módja az volt, hogy a 10 fős sorból mindenki leadott egy lövést, majd hátra vonultak. Ez egy ellenmenet, tehát kontramarsz. A można to było robić w ten sposób, oddział strzelając po każdej salwie odrobinę oddalał się od przeciwnika. És így minden egyes lövés után soronként egyre hátrább került, tehát távolodott az ellenségtől az egység. Ale można to było robić również odwrotnie, czyli ostatni szereg wychodził na czoło i oddawał salwę. De lehetett közeledni úgy, hogy az utolsó sor került mindig az előző sor elé, és így ilyen módon közeledni lehetett az ellenfélhez. És így minden egyes lövéssel közelebb kerültünk. Natomiast wiemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że piechota polska posiadała również swoją własną technikę. Viszont nagy valószínűséggel elmondhatjuk azt is, hogy a lengyel gyalogságnak volt saját taktikája. Służyły temu takie oto krótkie rusznice, które jak widzicie różnią się długością od pełnowymiarowych muszkietów, jakie były używane przez piechotę niemiecką. És ehhez nagy mértékben járult hozzá az, hogy a lengyel gyalogság egy ilyen rövidebb puskával rendelkezett, mint a német típusú Landsknecht.
Czy mają jakiś pomysł, na czym ta strategia mogła polegać? Van-e ötletük esetleg, van-e ötletetek nektek arra, hogy min alapult ez a taktika? Mi volt a lényege? Tudják? Tudjátok? Chodziło o to, że można było tą broń nabijać w pozycji klęczącej. A lényeg az volt, hogy térden állva is lehetett tölteni a fegyvert. Czego nie da się zrobić z takim oto pełnowymiarowym muszkietem? Amelyiket nem lehet, ez lehetetlen volna egy teljes hosszúságú muszkéta esetén. Wobec tego ta strategia polegała na tym, że w czasie nabijania wszystkie szeregi znajdowały się w pozycji klęczącej. Tehát ez azt feltételezte ez a taktika, hogy a töltés idő alatt minden egyes katona térdelt. I tylko ten szereg, który w danym momencie miał dać salwę, powstawał, strzelał i znowu przyklękał. És csak az a sor állt fel, amelyik az adott esetben lőtt, a többiek mind térdeltek. Miało to dwie zalety. Nek két előnye is volt. Po pierwsze, można było zwiększyć szybkostrzelność ognia, bo nie trzeba się było jeszcze przesuwać w szyku. Tehát gyorsítani lehetett a lövés időt, hiszen nem kellett mozogni, nem kellett hátra vonulni. Po drugie, było się mniejszym celem dla przeciwnika. A másik előny pedig, hogy térdepelve sokkal megnehezítették a célzást. Az ellenfélnek nehezebb volt a dolga. De miało to też swoje wady. De voltak hátrányai is. Polegało na tym, że po oddaniu, wtedy kiedy oddał już po kilka salw, był po prostu zbyt gęsty dym, żeby cokolwiek było widać. Amikor már néhány sor leadta a lövését, akkor olyan sűrű volt a füst, hogy már nem nagyon lehetett látni. No, chyba, że był akurat duży wiatr. Ha csak nem erős szélben zajlott a csata. Cóż jeszcze, wobec tego dobrze wyszkolona rota piechoty działała jak współcześnie porządny karabin maszynowy. Tehát egy jól kiképzett gyalogos ezred körülbelül hasonló módon működött, mint egy gyors tüzelésű fegyver manapság. Ponieważ piechoty v Polsce zawsze brakowało. Ugye a gyalogság mindig hiányzott, mindig kevés volt belőle Lengyelországban. Obok regularnej piechoty, która znajdowała się w stałej służbie. A rendszeresített gyalogságon kívül, akik rendszeres szolgálatban voltak. Król Stefan Batory powołał równoległy rodzaj piechoty polskiej, tak zwaną piechotę wybraniecką. Bátor István elrendelt egy másik párhuzamos jellegű gyalogsági formációt. Hát ennek a nevét nehéz, ezt nem tudom magyarra lefordítani. Vibranyecki gyalogságnak hívják Lengyelországban. Nie, to jest chodziło po prostu, że oni byli wybierani. Választ. Oké, tehát akkor a Vibranyecki szó az abból ered, hogy egy nagyobb társadalmi csoportból kerültek kiválasztásra ezek a... Ezek a telekotokaságnak volt ahhoz hasonlatosak. És akkor egyet ki kellett járni, mert szabadparasztok. Na czym to polegało? Nie, tylko że mówi, że prawdopodobnie mogło być już taki terenowy rodzaj wojska, że z każdego terenu by wybierali. Tak, to jest tak. Igen, to chodzi, zaraz to wyjaśnimy. Igen, ez pontosan így volt, tehát ez egy ilyen adott területről kiválasztott, tehát ezt terepkatonaságnak hívják, ugye? Akkor a terepkatonaságról van itt szó. Igen, és ezt is Bátori István vezette be. Roty piechoty wybranieckiej były mianowicie formowane z chłopów znajdujących się w dobrach królewskich. Ők azokból a jobbágyokból, panaszti népességből kerültek toborzásra, amelyik az adott területen szó. Czyli spośród społeczności chłopskiej, zajmujących obszar 20 łanów, czyli około 30 hektarów. Tehát egy körülbelül 30 hektárnyi területnek megfelelő területről toboroztak. Wybierany był 300 hektár. 300 hektárnyi terület. Był wybierany jeden chłop, który był zwolniony ze wszystkich powinności swoich, czyli pańszczyzny. Egy ilyen jobbágyat választottak, akit felmentettek minden egyéb kötelezettsége alól. I on właśnie stanowił kadrę tych rot wybranieckich. És ő belőlük
alkották ezt a terepkatonaságot. Czyli pozostała społeczność musiała zrobić zrzutkę, żeby go wyposażyć. És a fennmaradó népességnek kellett összeadni azt az összeget, amiből felszerelték ezt a katonát. I w czasie, kiedy on był powoływany do służby, musiała wszystkie powinności pańszczyźniane za niego wykonać. És helyette el kellett végezni az összes feladatot, ami eredetileg ez a jobbány végzett. Zwykle był powoływany kilka razy w roku na zgrupowania będące odpowiednikiem dzisiejszego poligonu. Általában éven szinten többször kellett megjelennie egy, mondhatnánk, egy ilyen gyakorló, mai szavakkal élve egy ilyen gyakorló behívásra. No i w przypadku wojny musiał po prostu przesłużyć całą kampanię. Háború esetén viszont az egész háborús kampányt végig kellett szolgálnia. Jeśli chodzi o ich wyposażenie, było dokładnie takie same jak u regularnej piechoty węgierskiej, czyli u hajdów. A felszerelésüket tekintve pontosan egy az egyben ugyanolyan volt, mint a királyi hajdusereg. Różniło ich tylko to, że w odniesieniu do porównania do dzisiejszego wojska, hajducy stanowili wojsko zawodowe, a wybrańcy stanowili coś jak obrona terytorialna. Az egyetlen különbség az volt, hogy a mai szavakkal élve gyakorlatilag egy szakmai hadsereg, tehát egy szakmai katonaság, hivatásos katonaságot képeztek a hajduk, a terep katonaság pedig egy ilyen most nem akartam mondani, hogy egy valamilyen, ennek nincs, igen, tehát egy ilyen polgárőr, de nem polgárőr. Jó. Charakterystyczne na Polski było to, że w Polsce oddziały mógł tworzyć i sponsorować każdy, kto miał na to wystarczającą ilość pieniędzy. Lengyelországban az volt a jellemző, hogy ezeket az egységeket bárki finanszírozhat, bárki létrehozhatott ilyen gyalogos egységeket, akinek volt rá kellő forrása. Dlatego siłę zbrojną Rzeczpospolitej stanowiły nie tylko wojska królewskie, ale również wojska prywatne. Ezért a lengyel nemesi köztársaság haderejét nem csak a királyi tulajdonú katonaság képezte, hanem nagyszámú magánhadsereget. Piechota polska brała udział we wszystkich praktycznie bitwach w końcówce 16. i początku 17. A lengyel gyalogság gyakorlatilag az összes számot tevő európai hadszintéren szerepelt a 16. és a 17. század folyamán. We wspomnianej bitwie pod Wiedniem w 1683 roku 1683-ban az említett bécsi ütközet során brała udział już kilka godzin wcześniej niż kawaleria polska. Már néhány órával a lengyel lovasság előtt szerepet vállalt. Jej zadaniem było przygotowanie terenu pod główną frontalną szarżę kawalerii. Feladatuk az volt, hogy előkészítsék a terepet a lengyel huszárság érkezésére. Dlatego bitwę pod Wiedniem wygrała piechota polska. Ezért mondhatjuk azt, hogy a lengyel gyalogság győzött a bécsi csatában. Akkor most Rafał is mondjon valamit. Dobre, ja chciałem powiedzieć o formacjach zachodniej piechoty w wojsku polskim. Szép jó napot kívánok! A nyugati gyalogság szerepéről szólnék a lengyel hadseregben, a lengyel seregben. A polska armia składała się z dwóch piątek. A lengyel sereg két fő nevező kontingensnek ből állt. Ez inkább egy ilyen adminisztratív felosztásról szólt, arról, hogy hogyan hozták őket létre, arra nézve. Van egy nemzeti kontingens, Polska
Tehát ez egy ilyen társadalmi szinten mondhatnánk formálódott ez a nemzeti kontingens, ami azt jelentette, hogy egy nemes a saját udvarátból toborzott, és az udvara képezte az ő közvetlen alatt való katonáit. És a másik a külföldi kontingens. Formowane tak jak wojska w Europie Zachodniej. Amelyiknek a felépítése pontosan ugyanolyan volt, mint a nyugat-európai seregeknek. To polegało na tym, że w tym wypadku ktoś, kto chciał być dowódcą, otrzymywał dokument pozwalający mu na zwerbowanie żołnierzy i wyznaczający ich rząd i wyposażenie. Az, aki vezető szeretett volna lenni, az kapott egy dokumentumot, ami alapján toborozhatott. I ten autorament cudzoziemski, o którym będę opowiadał, składał się z jazdy rajtarów, zwanych rajtarami w Polsce. Külföldi kontingens a rajterekből, tehát a lovasokból állt. Piechoty, tak zwanej niemieckiej. Úgy nevezett idézőjelbe tett német gyalogságról. I dragon, przynajmniej na początku to był autorament cudzoziemski. És a dragonok, legalábbis a legelején, három formáció képezte. Początek tej formacji to jest koniec XVI wieku. Ennek a formációnak a kezdet a 16. század vége. Kiedy to jeszcze to była formacja najemna, czyli najmowało się na zachodzie cały oddział, regiment, składający się z ludzi z zachodu, Niemców. Ez az elején egy külföldi zsoldos regimentet jelentett, tehát zsoldos alapon lettek toborozva. Ugyanebben az időben voltak Lengyelországban például skóciai regimentek. Itt úgy vidíme, ez a rizsina 1577-ben, vagy ez vár Batorego a ez a metszet 1577-es Lubicev melletti csatát ábrázolja, tehát a gdańszki zsoldos seregek elleni csatát. Német pikásokat, muskétásokat láthatunk a kép felső részén. Itt is a hajdukkal harcolnak, és itt, épp pont itt a gdańszki gyalogság látható. És a lovasság. Podobnie ubierała się też często milicja miast, szczególnie, że w miastach polskich bardzo dużo mieszkańców to byli Niemcy, prawda? Hasonló módon alakult ki a városokban, hát milícia, vagy pedig csendőrség, talán a jó szó, akiknek a nagy része a kezdetben német volt. Máme właśnie milicję miasta Kraków w czasie Wesela 1605. Az 1605-ös királyi esküvő alkalmából látjuk a krakói krakói csendőr, vagy csak hát, hogy miliciát. És a kezdeti időszak után, a 16. század végei időszak után, a 17. századtól folyamatosan egyre több lengyel szolgált ebben a formációban, azon túl, hogy a német módon voltak felszerelve, és a német módra harcoltak. Nawet w późniejszym okresie, kiedy już byli to w 100% Polacy w takich krokach, to dalej na przykład komenda była niemiecka, wydawała im rozkazy po niemiecku, chociaż ich nie rozumieli. És az is jellemző volt, hogy a 17. század végére, amikor már szinte a nagy része a seregben szolgálóknak lengyel volt, akkor is a
vezényszavakat németül adták ki, még akkor is, hogyha nem értették őket. A koło XVII wieku piechota zachodnia to jest największa część polskiej armii. W ogóle, jeżeli sumujemy husarię, lekkie jazdy i tak dalej, ona była najliczniejszą piechotą, ale też w tych okresach była w ogóle najliczniejszą formacją ze wszystkich formacji w Polsce. És elmondható az, hogy a 17. század közepén a legnagyobb a gyalogság volt a legnagyobb számú hadi forma, tehát a hadrendben ők voltak a legnagyobb számmal, ezen belül is a nyugati gyalogság. A nyugati típusú, nyugati jellegű gyalogság volt a legnagyobb számú. I pod koniec XVII wieku ta formacja dalej była jakby z tej formacji niemieckiej, ona się przekształciła już w piechotę całkowicie polską, zmieniając ubiór na polski. Tutaj mamy właśnie żołnierzy tej formacji, widzimy kilku muszkieterów, ale już w polskich strojach. Itt a 17. század végén viszont egy olyan változás jött el, hogy lengyel ruházatra cserélték a ruházatukat a gyalogságnak, és gyakorlatilag már a külföldi, tehát a zsoldos gyalogság is lengyel jellegű ruhákban járt. Także dalej była to piechota de facto niemiecka pod względem formacji, komendy i tak dalej, tylko już w polskich ubiorach. És így kialakult egy ilyen érdekesség, hogy a formáció továbbra is német vezényszavakkal, német fegyverzettel, de már lengyel ruházatban szerepelt. Pikások láthatók, muskétások, viszont jellemzően lengyel felfedők, fejfedésben gyapjú sapkákkal. Oprócz piechoty mamy rajtárów, czyli jazdę. A gyalogságon túl vannak a rajtárok, akik lovasok. Oni się pojawiają trochę później od piechoty, na początku XVII wieku. Ők egy kicsit később jelennek meg, a 17. század elején. Najpierw na Litwie, później w Koronce. Először Litvánia területén, majd onnan az egész lengyel királyság területére. Największa liczebność osiągają w latach 30-40 za rządów Władysława. 1630-as évek közepére érik el a legnagyobb számukat. Jak widać zachodni ubiór, to jest gwardia w ogóle króla Władysława. Oni też służyli jak ta gwardia, jako tacy strażnicy. To jest jazda, tylko dla pilotów. A negyedik Vladislav király idejére érik el ezt a kinézetüket, amelyik ilyen metszeteken látható, így néztek ki. Azon a metszeten az alabárdos gyalogságnak tűnő katona, az ő is lovas, valójában a csizmájáról ismerhető fel. És rajtárok, magas csizmák van. És a harmadik típus az úgynevezett dragonyosok, akik 1620-as években jelennek meg. Kezdetben nyugati stílusú öltözetben. Később átalakult az öltözetük lengyel jellegűre. A felszerelésről a magam példájáról szólnék, hiszen nem sok időnk van. Piechota zachodnia, muszkieterzy uzbrojeni byli muszkiety plątowe.
a muskétások, nyugati típusú gyalogság, kanócos muskéta, kanócos puska. Igen, kanócos gyújtású puska. Tak, to jest już taki muszkiet z połowy XVII wieku, lekki, on nie wymaga torpedy. 17. század közepéből származó, már egy könnyített muszkieta vagy puskáról van szó. Már... oprócz tego muszkieter musiał posiadać rot, bandolier, z pojemnikami na to. Bandolier, meghívja a rendjelek egyet. Lőpor tartó öv. I goreckiem na kule. És a golyókat tartalmazó kis i bardzo często, choć nie zawsze jest to wyszczególnione, mieli jeszcze broń białą. Niekoniecznie ona występowała. És mindenképpen volt még fegyverük is, kézi fegyver, szálfegyverük is. I cały ubiór jest ubiorem zachodnim. Az egész öltözet egy nyugati stílusú, nyugati mintázatú öltözet. Mimo, że tak jak mówiłem, gdzieś od połowy XVII wieku większość żołnierzy to byli Polacy, którzy z Niemcami niewiele mieli wspólnego. És ez úgy volt, ahogy mondtam, hogy a 17. század közepétől már főleg lengyelek szolgáltak benne, amelyeknek nem sok közük volt ugye a németekhez. Niszego okresu już tak z początku XVIII wieku, kiedy Kolmenda dalej była niemiecka, mamy takie w ogóle przekształcenie tych niemieckich słów na polskie, one w ogóle są nierozpoznawalne. És a 18. századra ezek a vezényszavak teljesen lengyelesített változatot öltenek, tehát nehéz őket már kisilabizálni, németből lengyelesített. Na przykład słowo Richtuj, prawda? Például a Richtuj... Richtuj to jest od Richtung. Czyli przygotuj. Azt jelenti, hogy készítsd elő. Albo szteluj krok, prawda? Czyli wyrównaj krok, szteluj. Stellázd a lépésed például, tehát hogy igazítsd a lépést. Także to jest taka nowomowa. Hát ez egy ilyen újfajta nyelvi beszéd, eredményezett a 18. századra. I chyba na tym zakończymy. Bo już nie zakończymy, bo pokażemy teraz, jak historia radziła sobie z piechotą odwrotną pizzu niemieckiego. És, meg, és még befejezésként még egy szót, illetve egy film. Jeżeli jest taka możliwość i goście chcą, możemy zaprezentować, jak działają te wszystkie poszczególne bronie czarnoprochowe, no ale to oczywiście zrobi się na dziedzińcu. És amennyiben a hallgatóság érdekli, kint a szabad levegőn fent szívesen megmutatjuk a lőfegyvereinket, hogy hogyan használták őket. Most egy rövid filmmel zárnánk. Egy rövid film, amely jól mutatja a lengyel sereget a 16. 17. században.